Február 24-e és 28-a között tartotta meg idei téli alkotótáborát a püspökladányi képzőművészeti kör. A foglalkozásoknak ezúttal is a Segítőkezek Szociális Szolgáltató Központ Szent István utcai telephelye adott otthont. A képzőművészeti kör tagjai szemnél szebb festményeket készítettek egy hét alatt, s az alkotásokon még látszik a téli hangulat, ugyanakkor már a tavaszvárás csodája is. Lackó Szilágyi Imre, a püspökladányi képzőművészeti kör művészeti vezetője elmondta, céljuk mindig az, hogy segítsék, inspirálják egymást az alkotótáborok ideje alatt. A hét nagyon termékeny volt. Célja az, hogy közösségbe dolgozunk. Tehát a szakkörnek, meg a közösségnek eleve az a célja, hogy egymást segítsük, egymást kiegészítsük, egymást bíráljuk, kritizáljuk, ezáltal segítjük a munkába, hogy hogyan készítsen egy képet, mert a szakköri helyiségünk olyan kicsi, hogy abba csak össze tudunk jönni és beszélgetni a képekről, tehát mindenki egyénileg dolgozik, oda-haza. És itt kezdettől fogva, az első szeroza vonástól kezdve a kép befejezéséig, tehát a képkeretbe rakásig, itt meg tudunk mutatni mindent. Segítünk egymásnak, ez a legfőbb célja, és ezt úgy nagyjából el is érjük. Egy hét végére, mire, mint most is, hogy hétfőn kezdtük, és a mai nap délután fogjuk befejezni. Eddig van itt lehetőségünk nekünk igénybe venni ezt a helyiséget. És akkor itt bárki bejöhet, megnézheti, hogy hogyan dolgoznak, tehát ez igen, abszolút nyílt? Igen, abszolút nyílt. Be is szoktak jönni, főleg a helyi dolgozók, de vendégek is, mert elég sok vendégforgalma van egyébként is ennek az intézménynek, és érdeklődnek. Ráadásul ismerősök is tudják már, hogy itt vagyunk, és akkor bejön XY. És ez első foglalkozásunktól kezdve így volt. Lackó Szilágyi Imre azt is elmondta, hogy a debreceni kiállításuk május 8-áig tekinthető meg, valamint felvázolta ez évi terveiket. Jelenleg a csoportnak kiállítása van Debrecenben, a Kassai út 12 szám alatt lévő Árpád galériába, és az május 8-áig lesz. Itt mintegy 50 képpel szerepelünk, mindenkinek legalább 4-5 képe van kirakva, mind a 13 tagunknak. Milyen terveik vannak még az évre? Hát nyáron is akarunk egy ugyanilyen tábort, egy ugyan egyhetes akciót csinálni. Gyakorlatilag itt említem meg, hogy ez már a 6. eseményünk, mert nyáron is, meg télen is, ilyen február-március tájékán volt már ilyen egyhetes kurzus, ahol ugyanezt gyakorlatilag meg tudtuk csinálni. Tehát itt hagyhatunk mindent, így ahogy az asztalon van, másnap így találjuk, nincs vele probléma. Dr. Kenyeres Nézagyva Ágnes Karszagról érkezett a városba, de püspökladányi születésű. A képzőművészeti körrel évekkel ezelőtt ismerkedett meg, s azóta is lelkes tagja, illetve azt is elárulta, hogy portrékat szeret a legjobban festeni. Sok-sok éve Karcagon élek, ott nyugdíj előtt ott voltam művésztanár. Ide úgy kerültem, hogy tudtam erről a szakkörről, és jó pár évvel ezelőtt fölvettem a kapcsolatot a társasággal, és azóta együtt kiállítunk, együtt festünk, örömmel jövök át ide minden alkalommal, amikor csak lehet. Örömöm telik benne, hogy együtt lehetek a csoporttal. Hogyan telt ez a hét? Önt mi szokta megihletni? A héten megfertőztem egy kicsit őket, ugyanis elhatároztam, hogy mutatok néhány akvara elfestési technikát, és hát itt a munkáimmal
úgy látszik, hogy megkedvelték ők is, mert igen, mindenki csinált egy akvarelt is, de többnyire én magam is olajjal és akrillal festek. Főleg portrézom, itt mondjuk nem csináltam portrét, de az a kedvenc témám. Sokat járok nyáron alkotótáborokba, én magam is sokat tanulok. Rajzszakos vagyok egyébként, matematika rajz, meg a képzőművészeti főiskolán megcsináltam egy festőkurzust. Tehát technikában fejlett vagyok. Mindig lehet tanulni, még időskorban is. Sasnyi Rácz Róza szintén sok éve tagja a képzőművészeti körnek, és közösségformáló szerepe mellett leginkább annak örül, hogy más városokba is eljutnak munkáikkal. A szakkörnek több éve tagja vagyok, nagyon szeretek a szakkörben járni. Jó a közösség, közösségi munka, tanulunk egymástól, és ha hallunk valamit, hogy valamelyik másik városban van szintén ilyen kurzusok, akkor áthívnak bennünket, át szoktunk menni, úgy Kabanádudvar vagy Dányba eljutottunk a szakkörrel. Most ők is szeretnének Dányból eljönni majd nyári táborunkba, ide Püspökladányba, majd a szállás kell megoldani, étkeztetés, mert mi teljes ellátást kaptunk Dányban, és nagy szeretettel fogadtak bennünket. Nagyon jól sikerült a debreceni kiállítás, és most készülünk a 3-án a vándortábort megnyitójára. Hát nagyon jó a közösség. Csönt egyébként mi szoktam megihletni, mik a kedvenc témái? Nekem általában a virágok, a pipasdatá is. Van, amelyik munkámon elgondolkozok egész sokáig, van, amit napokig érlelődik bennem, de hirtelen jön egy ötlet, mint például itt is lesz egy képem, azt egy orosz alatt hirtelen, mert a szívemből jött annyira jól esett csinálni, hogy adta magát a színek egyik másikhoz kötődése. Őt a farsangnak neveztem el, azért, mert erről a képről beszéltem, hogy egyik szín a másikhoz kötődött, és nem volt konkrét elképzelésem, csak úgy bankkártyával ezzel-azzal új technikát próbáltam ki, és hát élveztem csinálni, szerettem csinálni. A hóvirág az adott volt, mivel hogy most kezd majd bujkálni, itt a kapu előtt is már kinyílt egy-két szál. Ez is szintén a kép úgy jött, hogy ez olyan vihar közeledik, vagy vihar előtt, vihar után olyan háborgó volt a lelkem, és akkor most ezért ki belőle ez a kép. Egy új technika, egyik kolléganőtől közösen csináltuk, és megpróbáltam, hogy ilyen domborulatokat rátenni, ilyet még soha nem csináltam. Tehát mindig tanulunk valami újat, új fogásokat, új technikát. Ez a képem, ez odahaza az udvarunkon nagyon zuzmarás volt, és ott elkezdtem, lealapoztam, megrajzoltam, és itt fejeztem be most jobban. Tehát a hangulattól függ mindig minden. Ez a képnek azt találtuk ki a címet, hogy fél óra boldogság, mivel ez a kép egy fél óra alatt készült el. És annyira jó kedvemben voltam, hogy jöttek ezek a színek. Ott létünk közben is lázasan folyt a munka. A körtagjai minden percet kihasználtak arra, hogy valami igazán szépet alkothassanak. Láttunk többek között magas hegyeket, kifeszített pókhálót, fákkal övezett tópartot, gyönyörű pipacsokat és mindenféle virágukat. Ugyanakkor igazi különlegességeket is, mint például Marilyn Monroe arcképét, végeláthatatlan levendula mezőt, s egy lányt piros ruhában esőben a villamos mellett elhaladva. Az ötletek tárháza végtelen, hiszen ott az egész világ. Ez a hét is termékenyen telt tehát a püspökladányi képzőművészeti kör tagjai számára, s újabb alkotásokkal büszkélkedhetnek.